Rögtön azzal is kezdeném, ez a sajátosság az U21-nek, hogy mikor milyen játékos keretet tudok behívni, és ha csak azt említeném, hogy jelenleg sérült ugye a Csingermárk, Vajda Boti, a Regics, akik nem is tudtak bejönni, nem álltak rendelkezésre, az alválogatottan a Katamisi, hál' Istennek, illetve a Jakó, illetve ugye a Vasgabi szemét említem, hogy fönt vannak, ez nagyon-nagyon jó és fontos, mind az alválogatott, mind a feladás szempontjából, illetve az egyéneket, hogyha tekintem, nyilván az U21-et kérdezed, akkor ők lehetséges, hogy hiányozni fognak. Valamint két játékos még, akit szerettem volna behívni, a Német Andis, illetve a Katona Bálint, őket behívtam, de kérték, hogy tekintsek el tőle, mert szeretnének az átigazolásuk miatt, alatt, után a klubmunkára koncentrálni, tehát nagyjából ez 9 játékos, és amíg hozzáveszem esetlegesen, hogy hál' Istennek az A-válogatottban, akkor még oda sorolom akkor a Milost, ugye, aki még játszhatna az U21-be, hogyha még a Balogh Botit említhetném, stb. Stb. Lényeg a lényeg, hogy amit kérdeztél, összetétel, ezek a sajátosságok, tehát ezeket kellett megoldani, egy olyan összetételt kellett akkor most behívjak, talán fiatal játékosokból már, hiszen a 2002-3 alkotja most az U21-nek a normális évjáratát, de kellett, hogy 4-es, 5-ösökben is belenyúljak, tehát tulajdonképpen ez az a kis előszó, ahogy a keretnek a kialakítása, illetve a meghívók utáni kialakulás, a csapat véglegesítése, és ha már ott tartok, akkor most így meccs mínusz egybe holnap kezdődik ugye a szlovák felkészülési mérkőzés, most van az az időpont, amikor majdnem teljes létszámmal, akiket végül is behívtam, itt lehetnek és gyakorolhatunk a pályán, mert még a Vancsa Zalánnak engedélyeztem ugye, hogy az eligazolása ügyében éppen most a pillanatokban zajlottak az aláírások, az orvosvizsgálat, ő sem tud a mai nap és tegnap sem velünk edzeni. Ez a mostani időszak mennyire más, mint a március, ami nyilván az ismerkedésről is szólt még akkor. Akkor sikerült megnyerni 2 meccset, most jönnek majd a spanyolok, ellenük mi lesz majd a legfontosabb feladat? Majd fél év eltelt a márciusi 2 mérkőzés óta, és azt gondolom, hogy azért ennyi úgymond személyt érintő probléma nem volt itt a felkészülésünk során, valamint a 2 ellenfél, hogy említetted, ott a kaliber nem ugyanaz. Itt a szlovákokat lehet, hogy sokan legyítenek ószlovákok, a szlovákok 2 éve együtt dolgoznak, ők ugye a 25-ös EB-nek a házigazdái, folyamatosan meccselnek, készítenek állandósági elemző játékukat, nem véletlen, hogy azt a spanyol csapatot sikerült egy felkészülési mérkőzésen megverni 2-0-ra, aki egyébként ezen korosztályokban csak olimpiai bajnok, U19-es Európa bajnokok, stb. Komoly klubokból kapnak meghívókat. Szóval már csak az ellenfeleket nézzük, ha csak a meghívókat nézzük, akkor is már merőben más ez a mostani edzőtábor és ez a 2 mérkőzés. Mi az, amit elvársz a saját csapatoktól a spanyolok ellen is, függetlenül attól, hogy mennyire erős ellenfélről beszélünk? Még a spanyoloktól semmit nem várok, a szlovák mérkőzésből remélem azt, hogy a védekezésünk, a stabilitásunk az meg lesz, hiszen az elengedhetetlen, és ahogy említetted az elmúlt 2 mérkőzésen, igaz márciusban egészen jól működött, bár javítani kellett pár dolgot, szakmai dolgokat vissza kellett mutatni, de az idő távlatából gondolják a kedves nézők, hallgatók, hogy sok edzést és mérkőzést játszottak addig a játékosok, tehát frissíteni kellett azért az emlékezetüket, ezt a tudást, illetve azt az elvárás, ami itt van nálunk. Szóval először a szlovák mérkőzés, védekezés, támadás, az átmenetek, pontrugások, de van egy mai edzés, ahol tulajdonképpen ma nem teljes létszámmal készülhetek, és a holnapi nap folyamán pedig megint csak egy apró válaszrészlet. Valóban nehéz feladat, hogy meccseljek is, próbáljak is ki játékosokat, mindenkinek próbáljak a játék lehetőséget adni különféle mértékben, hogy majd a selejtezőre ugyanmi tulajdonképpen a lényeg, oda lehessen meg a legjobb összetétel. Mire tudtunk fókuszálni? Arra, hogy igenis nem kell naívnak lenni, nem kell nagy álmokról beszélgetni, egy jóval erősebb csapat érkezik majd a spanyolok személyében. Mi az, ami várható? Az várható, hogy mi csapatként próbáljuk ezt kompenzálni, ottani egyéni, talán jobb felkészültség és tudásszintet, valamint azt a játék stílust, amit a spanyolok képviselnek és meg is valósítanak a pályán. Szóval igazság szerint az volt a terítéken, hogy a csapatként a csapatvédekezés, a jobb csapat elleni védekezés, a csapatmunka, a láncok, a távolságok, az alázat, a lehetőség, mert ez egy lehetőség számukra is megmutassák, jönnek a spanyolok, elmondtam, hogy mit értek el, mi mit tudunk ellenük, hogy tudjuk rontani a játékukat, hogy tudunk túljárni az eszükön, hogy nem tudnak átmenni rajtunk, és esetlegesen, hogy tudunk egy pontrugással, egy kontrával, egy egyéni akcióval talán meglepetést okozni. Az elmúlt időszakban, márciusban ugye elég jól sikerült neked ez a 2 válogatott meccs, gólokat szereztél mind a 2 meccsen, hogyan vártad ezt a mostani újabb válogatott időszakot?
Igen, szerencsére a múltkori összetartás jól sikerült, ahogy mondtad. Két gólt is szereztem. Igazából minden összetartást várok, mert jó érzés címeres mezőbe pályára lépni, úgyhogy ennyi igazából. Milyen időszakodat éled most, ugye megvolt a klubváltás, most már több olyan csapattársad is van, aki szintén itt van, ez mennyit számít neked? Igen, az előző héten zárult le nálam egy klubváltás. Én egyelőre pozitívnak érzem, nyilván egy előrelépésnek, egy NB1-es csapathoz tudtam szerződni, úgyhogy jó érzések vannak bennem. A Szlovákia az egy fizikálisabb mérkőzésre számítok, de az is borzasztó nehéz lesz, ugye az még csak egy felkészülési mérkőzés. A spanyolokról meg hát elég annyit mondani, hogy akár a felnőtt csapatuk EB győztes, vagy az olimpiai csapatuk is bajnok lett. Talán az egyik legjobb csapat a korosztályban a világon, úgyhogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de nyilván szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni. Szlovákiával olyan napon játszottok, amikor nem ütközik a felnőtt válogatott mérkőzéssel, illetve az új Hidegkuti Nándor stadionban, és hát többször is láttuk, hogy a szurkolók a végközép ki szokott látogatni. Szerinted mennyien lesznek most a szlovákok elleni barátságos mérkőzése? Hát remélem, hogy minél többen eljönnek, és egy jó focival tudjuk őket. Egy jó focit tud nekik mutatni. Fontos lenne egyébként, hogy ott legyenek, és szurkoljanak, hogy érezzétek ti is a támogatást. Nyilván mindegyik játékos örül, hogyha nézők előtt játszik. Spanyolokról beszéljünk egy kicsit, ugye az azért, mert tétmeccs lesz. Tavaly novemberben 2-0-ás vereséget szenvedtetek idegenben. Most mit vártattál a mérkőzéstől ide? Igen, ott sajnos sérülés miatt nem lehettem ott, de nyomon követtem. Ott is láthattuk, hogy milyen játékerőt képviselnek. Hát fel kell venni a kesztyűt, és bele kell állni a csatába.